Buongiorno. Lendületből támad a videó az arcomba bele. Na itt az benzinút, amit én néztem, hogy jó nagy. Hát jó, tele is van. 400 méter múlva a külsportban. Hát most nem én idő, hogy persze. A második kiárat majd akkoló. Megérkezett az úti célból. De nekünk ez nem fog kelleni. Hiszen veretünk Rapodini. A külfordulónál térjen balra, második kiárat. Azt néztem, akárhonnan megyek be oda a céghez, mivel házak között van. Ezért 7,5 tonnás tiltás, kivéve rakodási. Megérkezett az úti célhoz, majd kerülje meg a kör 400 méter. Úgyhogy akkor nem vagyok hajlandó gombettalát megkerülni. Negyedik kiárat. Bemegyünk szépen innen. Lehető legrövidebb úton. Úton módon, ahol majd nem látom a lábát, nem az, ami jobb oldalon van. Jó, ti is persze most gyertek, nem ám később, hogy nem jöttök egyáltalán. Pont akkor, mikor én is ide érek. Úgy, az bujik a dzsindzsába fönne. Van még egy harmadik irány, ahonnan meg lehet közelíteni, onnan meg fix 10 tonnás korlátozás. Hát akkor mondom, tényleg marad ez az irány, ez a fix, a tuti a biztos, aztán csá. Majd a másik irányba kimegyünk, mit szóltok hozzá, azt akkor úgy elevickélünk, de már nem megyek fel az A14-es, mert fölösleges. Ha megrakottam, onnantól kezdve idő, mint a tenger, szakállabot kender, 3,5 óra vezetésnél járok eddig, úgyhogy majdnem a szlovén határig lesz időm eljutni. De majd ez kiderül. Viszont visszamegyek az A14-esre, igaz nem hivatalos úton, hanem lefele gyorsan, röviden. Jézusom, mit csak most megy itt, azt jó kit. Na jól leeldőztem a csápot. Hát még próbáltam ideérni dél előtt, hogy nekem ki ne találja, hogy akkor rakja meg az autót, miután visszajött az evészünetről, mert hogy fasztottuk tőle. Persze időben akkor is jó vagyok, csak itt kell fütyköst vakarnom, délután 1:30-ig, 1-2-ig, tököm tudja, meddig lenne itt ebédidő. Lehet, hogy összekarnom, nem mondom. Hát, ezt bemérni nem fog. Azt, akkor ilyet 40-nel megyek, az tengelytörés. Thank you.
ráérünk, akkor meg jó, gyorsan, gyorsan, gyere, gyorsan, gyorsan, nyisson, aprire. Tutti li due. Azt rohadjál, mert tutti li due. Ez azt jelenti, hogy nyisd ki mindkét oldalt. A piros a lámpa, nagyobb a tempód, mint 50. Oké! Hogy akkor ez úgy mér be, hogy bemér, aztán pirossal meg megállít, hogy ácsi. Ez mondjuk neked is szólt, mert igen, jöttél kifele, papa. Ó, jó, van, látom, más is kamionozik erre, oké, akkor most már nem aggódok. Így teljesüljön minden kívánságotok. Forduljon balra, majd az út végén forduljon jobbra. Oh, ez az oldal rosszabb volt. Ez most postás vagy rendőr? Itt bal oldalt. Postás, jó van. 100 méter múlva forduljon jobbra. Jobbra, így, így. És arra mutatja a teherautóba, hogy csumi. Forduljon jobbra. Béláim. A14 balra. Hát megvér vagy. Faszi nem indexelt. Én azért igen. Biztos, ami inkább tudi. És elvileg ez a repülőgép hangár itt ez lesz a miénk. Jobb oldalt a kutya hülyét kap. 200 méter múlva. De minél mondom, agyérgörcsöt. Majd megérkezett az úti célhoz. Ezt hozzátok, hol a bánatba lehet bejutni. Fordulj be jobbra. Hát fordulunk be akkor jobbra. Jaj, belemegy, 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 jaj, 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 jaj. Úristen, megálltunk. Ilyettél mi? Akkor jó. Via Roma. Cindici quattro. Zöldüljél már ki, hát nem igaz, hallod? Mondjuk egy kamiont már raknak, ahogy láttátok. 50 méter múlva forduljon jobbra, majd megérkezett az úti célhoz. Ó, már itt is vár egy. Jaj, jaj, jaj. Ezt lehet még a vég, azaz, Via Roma 54. Akkor jó helyre jöttünk. Hát akkor én meg leteszem ide, mit szóltok, srácok. Napelem építkezésre mennek a dolgok.
kivérnek mögülem, aki el akar kanyarodni, annak is van hely kiereszteni az elejét. Aki mögülem kijön, az is balra tud fordulni, csávó, álljál meg, kell az iroda. És nézd meg, nem áll meg. Mindegy, megkeresem. Na, úgy néz ki, mintha sötétedne. Á, dehogy! Ugyan! Biztos csak rosszul látjátok. Á, sötétedés itt. 11-kor jöttem. Úgy. Azt, mint a bábolnas peres, elmegyek erre én is. 11 óra 15-kor jöttem. 17 óra 15 van. A digital kerítés mellett hédereztem végig. Na, ugyan hagyjad. Nincs este még. Hát csak napfogyatkozás, azért van sötét. Nem azért, mert baszott az olasz dolgozni. Á. Dehogy is. Szó sincs ilyenről. Na mindegy, hát akkor ez van. Hozzuk ki a mai napból a legtöbbet. Forduljon jobbra. Hát oké, hogy én úgy gondoltam, hogy ráérek, de hát azért ennyire talán nem. Na, ennyit arról, hogy siessünk, mert hogy még a ebédszünet előtt ideérek. Hát végül is itt vagyok, itt voltam ebédszünet előtt. Amikor ideértem, utána fél órával körülbelül jött ki a bábornas pedes. 11.45-kor, és akkor utána elmentek kajaszünetre, majd délután 3-2-kor hívták be azt a litvánt, akit látottuk, amikor jöttem. Forduljon jobbra, az egészen délután 4-5-ig rakották. Emlékeztek, mikor mutattam itt nyáron, hogy milyen szép átkelni, hogy itt a Laguna vidéken, Kioggia után megyünk Velence felé, és akkor itt jobbra, balra, tenger, amerre lát a Laguna vidéken. Na, hát ennyit látni most. Tejködöcsém, meg feketeség. Ilyenkor szoktam imádkozni, hogy ne legyen egy kivilágítatlan biciklis a... Hát nevezzük leállósámnak ezt itt. Mert biciklisek szoktak lenni. Úgyhogy kivilágítatlansággal lesz a baj, hogyha lesz baj. Látni, meg ennyit látni. Kb. 30 méter. Ezek meg a hidaknak a dilatációs hízekei. Amiatt kolompul, mint a vonat. Illetve rendesen felfújt gumik miatt. Na, ha lesz valami nézni való, több mint a tejköd, akkor sötétben, akkor majd mutatok. Na jó reggelt! Most csak közben reggelizek, mert nem már éhes a belem. Anna hegyi pihenő, nem itt aludtam, máshol. Csak megálltam egyet. Egészségügyi sétára meg. Az igen, te itt aludtál. Szép bátya. Szép. Ah, te jó fej. Köszönöm szépen. Megyünk Kakucsra, a Kakucsring mellé. Valami szolárcuccos építkezés. Úgyhogy néztem a Kakucsringre is betalálni, basszus. Szép körülményes, mondjuk azért az Újhartyán ipari parkból igazán épülhetett volna oda valami szervizút. Vagy lehet, hogy épült, csak én nem tudok róla és nem találtam a térképen. Minden esetre se a Google
Google térképen sem a Naviban nincsen. Az újhartyáni ipari parkból oda vezető út. Aztán megyünk át az újhartyáni ipari parkba, felrakodni, megyünk le Nagykeresdre, Mohács mellé. Aztán gondolom Mohácson fog akkor visszarakodni. Épp a héten gondoltam arra, hogy mi lehet a mohácsiakkal. De bátya villantottam ám. Tessék, mehetek Mohácsra akkor a kocsi. Ja, úgyhogy sűrű napnak nézünk elébe. Csak győzzem akkumulátorra, ami... lehajtó is ki lett cserélve. Oh, van törp is! Innen jussak ki, baszki! Ez milyen fan törp is lesz majd. Buricska elmegy a pályára, az oké. Okay. Jobbról-balról jönnek, lassan szememből a könnyek. Ez egy élmény lesz, bátyja, innen kikanyarodni. Most balról egy időre elfogynak. Így. Most örülünk. Na, hát én nem találtam jobb megközelíthetőségét a Kakucsringnek, mint Újhartyánon keresztül. Valaki ismerős a környéken, az írja meg kommentben, hogy... 800 méter múlva a körforgalomnál térjen jobbra. Amúgy nem jó felementél, van megközelíthetősége, sokkal jobb. Kontaktemberem, de hát
10 másodpercet beszéltünk körülbelül telefonon. Azt mondta, kapus ringaszt, utána 400 méter, reggel beszéljünk, csak. Ezt tette. Ez ennyi volt. Fasza, jó van. Én meg ilyenkor nem szoktam firtatni, feszegetni, hogy mondjuk hogy esetleg amúgy a kapus ringet hogy a tökönbe találom. Vagy hogy jutok el oda. Mert azt tudtam, hogy itt van súlykorlát. Mindegy, majd megkérdezik a postást, vagy ha jön szembe rendőr, akkor őket megkérdezem, hogy oda, hogy ők mit mondanak, hogy jutok be oda. Úgyhogy néztem, a templomnál kell jobbra befordulni. Ja, persze, a kakucsi templomnál, nem az újhortyáninál. Jó van. Nehogy beszopjam, benézzem, aztán magam ott legyek keresztben, mert akkor az bajos problémás. Annak milyen szép, rendezett közterei vannak. Aztán mindenit. Igaz, hogy miért nincsen normális patka, miért ez a kavicsos útszéle van és ez a földszintes patka, ezt nem is értem. Napra kész ABC. Ja. Ez nagyon ilyen szociból itt maradt ABC, aztán mégis milyen faszán pucba vágták. Egész jól néz ki. Sőt, nagyon is jól néz ki. Na, itt már csak azok előtt néz ki jól, aki megcsinálta magának, de hát igazából még ez is egész rendezett környék. Ring előtt a bejáratnál, aztán akkor együtt bemegyünk, hova kell. Utcaképen néztem, ott nincs. Forduljon jobbra. Reméljük a legjobbakat. Forduljon jobbra. Na, a táblája van. Na, érjünk már ide. Na, akkor srácot megkérdezzük.
Hát ő nem az építkezésen volt, hanem itt a telephelyük. Oldali sávban haladjon. De ez jó, az a lényeg, hogy akkor át tudok jönni ezen a hídon, nincsen. A jobb oldali sávban haladjon. Meg hogy eddig súlyban is jó vagyok, ha minden hogyan jó vagyok. Ezt mondta, kérdezze meg a portást, képben van. Tehát akkor följön az emberünket, hogy mi a helykó. Kéne bemenni, ott a 7,5 tonna világít. Viriblő, nagy erőkkel. Na, azt mondta, 2-300 méter. Már én úgy emlékeztem, hogy tegnap még 400-ot mondott. Na mindegy, lehet, hogy 200 volt, csak én hallottam félre. Hát akkor... Zsaneki. Azt mondta, kint lesz, hogy Solar Parkot forduljak be, aztán akkor... Solar Parkot is fordulja. Happy! Ja, ott van Solar Park jobbra. Deák udvarház. Aha, itt én is lemegyek kicsit. Solar Park. Oké, és zsír. Próbálni, nem? Az a baj, nem próbálom, hanem mások adjára járok ilyen helyen. De jó, mert egyébként felszórták az utat kavicsa, hogy elbírja a nagy autókat, úgyhogy vártak. Ups. Nem csak engem, hanem más ilyen hasonló szőrű nagy autót. Ügyni. Na, és én középen megtartom a technikát, mert ez egy súlyos egyed, ez pedig homokos talaj. Nem is megyünk tovább, mert ne küzdjön, mert akkor meg elássa magát. Asd el magad! Na jó, azt mondtam, hogy jönnek. Szememből a könnyek. Jaj, lelkeim! Jó. Nem? Thank you.
ugyanez, csak rá kell venni az akaratát. Ja, a kabátot magamon hagyhatom, hiszen úgyis mindjárt. Ja, ki kell szállni csújhartyámba. Bal oldalát be se csatoltam teljesen, csak tessék, lássék módon, hogy menjünk, azt haladjunk, azt csá. Úgy, pilács, kész. A benti pilács, off. Így. Ha láttátok, azért kellett vele játszani, hogy kijöjjön, mert hát elsüllyedt. Akárhogy is nézzük. Azért 37 tonna felázott homokon. Az meg tud borulni. Nem billenni. Na, vagy süllyedni, mindegy. Billenni, de borulni nem borult sem erre, sem billen, sem erre. Na, kakos ringet innen meg nézzük sunyiból. Nem, hát itt csullankodunk a kácosba. Aztán ennyi. Takarítják a pályát, ahogy elnézünk. Jó van, nagyon szép lesz, fasza, bár biztos most is szép meg fasza. Mondták a srácok, nem is értették, hogy a rakodó helyet miért nem szórták föl kabicsa. Na, mi se. Látom, hogy idáig le lehet szórva, meg ugye, amit láttatok bejövetelni, miért bekanyarodtam volna balra a földre, hogy ott tovább egyenesen le van szórva. Hát mondom, akkor biztos beállok a földre, ahogy láttatok, amikor megérkeztem, beálltam volna a földre. Ez szereti a fényezést, nagyon jó. Honnan, akkor biztos onnan jobbra-hátra ki kell tolatni, aztán csá. Aha. Hát nem. Ott a felázott talajon kellett tulajdonítani jobbra-balra, na mindegy. Azt hittem egyébként, hogy nehezebb lesz megtalálni, de így, hogy mondta a srác, hogy azt a Solar Park táblát kövessem, így nem egy nagyet vassz. Hú, tegnap megbüntettek a rendőrök a vonatozásért. Hát tényleg nem volt meg a követési távolság, ez valóban igaz. Mert ugye kipróbáltam, hogy a hülye horvát gyerek annyira előzött. Ezt utána meg a körösegyi völgyhídon nem ment fel a szarja. Egy fosztos daffal volt. Jó az a daff, csak ne kelljen vele dolgozni. Aztán, ha mondom, akkor föltolom, meg villogok neki. Meg kipróbáltam, hogy villogásra tényleg jobban megy egy kamion, de nem. Nem megy jobban. Úgyhogy ha Audival, BMW-vel, Mercedes-szel villogsz a hátam mögött, vagy bármilyen más szaroddal villogsz a hátam mögött, kipróbáltam, nem megy föl. Kár a gőzért. Igazából, hogyha azon a földúton tovább mentem volna balra, akkor oda jutottam volna a céghez, ahol egy 3 perc múlva, 5 perc múlva be kell rakodni. De hát azért inkább menjünk az aszfaltozott úton, szerintem az sokkal biztosabb. Most így laikus hozzá nem értőként mondom ezt. Hepehupás út tábla? Hát de miért? Ez nincs is hepehupa. Zsírúj utca van. Az út végén forduljon balra. Édesek.
fura volt ugye, mert a faszi mondta, hogy nekem el kéne mennem Gerezslakra, az Istennek se akarta navigációra tervezni. Hát, összmen egy 20 tonnás tányér van kitéve. Csak hát ugye gondolom személyautóval azt nem figyeli, aztán menjek arra. Hát a kontaktember nem mindig segítség. Az volt a kérdésem, hogy hol találom ezt a mezőgazdasági épületet, meg van, hogy három ilyen telephely. Ezt akkor mondja meg, hogy most ez hol van, mert kaptam egy helyrezi számot, aztán csá. Ezt akkor elkezdi mondani, hogy jövök le itt, mert hogy úgy kell lejönni, és akkor úgy, hogy honnan látom azt, hogy hova kell menni. Tömbe van. Jézus. Hát pedig tömbe van. Ez komoly kocsi. Az komoly baszki. Hát tegnap 14.59-el zártam a napot Somogy. Szóval itt vagyunk a somogyi lankák között, szép fényekben. És tegnap 14.59-el álltam meg ott Mohácson a parkolóban, rakodás után, mérlegelés után. Aztán rá kellett korrigálnom, úgyhogy 15.00 volt a valós vége. Így egy szombat reggeli begurulás. Szem és fültanúi. Most nem állítom át a felvételt azért timelapse-re, mert azt mondtátok, ez túl gyors, akkor legyen egy a videó felgyorsítva, és akkor úgy gurgulászunk be a szép november közepi fényekben a telepre, Újudvarra. Viszont kell egy aksit cserélnem hozzá. Plusz a Svima jó hétvégét. Videók feltöltve. Ezt a hétvégét, ha lesz idő, megvágom, hanem akkor jövő héten igazából ráérek vele. Csak hát azért, ha ilyen jó napos idő lesz és nem fog esni az eső, akkor kint szeretnék tenni-venni az udvaron. Jó dolog, szép volt barátom. Így kell kihajtani ész nélkül, körbenézést.
pizza aljjal. Jövök át az előbb. Hú, mi volt ez? Ötvös Kónyi. És a falu végén a kis cigánylányok integetnek, hogy izének a kezükkel, hogy nyomd a dudát, nyomd a dudát. Tiszta aranyosak voltak. Hát nem tudom, ilyen 6-7 évesek lehettek így ránézésre, de maximum 8-9. De egyébként meg lejjebb volt az, hogy azt is tudom, hogy hol, csak a falu nevét nem tudom, bőven Nagyatád alatt még, de már Barcs fölött. Hú, ott meg a nyár elején valamikor a kis cigány srácok izéltek ugyanígy, hogy nyomd a dudát. Mondom, gyerekek, nyomjuk, hát ezen, ebben ne legyen probléma. Hogy ez ne legyen probléma. Tiszta aranyosak voltak. Bírom, mikor így gyerekek tudnak örülni. Az mindig, mindig üdítő. Ja, hát a gyerekek még tudnak örülni a nagy kamionnak, nem úgy, mint a felnőttek, hogy itt van előttem, aztán feltartsak. Nem tart föl egy gyökér, ha nem érted, gurulok. Na mindegy, úgyhogy tiszta aranyosak voltak. Bírom ezt az őszinte gyermeki lelkesedést a világ iránt, a világ dolgai, a világ érdekességei, vagy a világ minden, mindene iránt. Ami még megvan bennük. Na jó, én itt elkapaszkodok tovább, gyűjtöm tovább az élményeket, aztán